Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívlak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Semennyire. Mi baj van a jelenlegi világgal? De majd fog okosodni. Bízunk benne, hogy ez így is történik. Azt mondtad ugye, hogy butul el a társadalom. Hát az emberek még nem látják át, hogy nagyon megyünk befele a gazdasági válságba. Ez nagyon. Hát, hogyha kicsit így összefoglaljuk, hogy mi is van a világunkban, akkor ugye többször beszéltem mostanában arról, hogy az, ami most van, az egy következmény. De ennek az előzménye 100 évre vezethető vissza. Tehát még a első világháború és a második világháború közé vezethető vissza, amikor ugye bevezették a liberális alapon működő szociális hálót. Emlékeztek, mikor beszéltem erről? Tehát oda gyökerezik a dolog, tehát onnan gyökerezik, inkább úgy mondanám, és ugye már lassan 30 éve látható, hogy ez a szociális hálórendszer a nyugati társadalmakban, ez be fog dőlni. És onnan tudom, hogy 30 éve látható, mert 95-ben kezdtem, sőt előbb. 94-ben kezdtem ilyennel foglalkozni, és akkor már ilyenekről beszéltünk, hogy ez a szociális hálórendszer, ez be fog dőlni. Mert ugye ez a szociális háló, mint tudjátok, arra épül, hogy az adózók az adó befizetéseikkel eltartják a nem dolgozókat. Hát most gondold végig, itt tudom én, ma átlagosan egy nyugati országban körülbelül kétszer annyi nem dolgozó van, mint amennyi dolgozó. Tehát másfél-kétszer annyi nem dolgozó. Tehát bele kell számítani a gyerekeket is. Érted? Hát a gyerekeket is a nem dolgozó, vagy a dolgozók tartják el. Csak annyi a különbség, hogy a saját gyerekeiket ők tartják. Az időseket, a nyugdíjasokat, azt meg közösen tartják el az adózók. Na most, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan világban élünk, ahol a nyugati társadalomban egy ember az másfél-két embert tart el önmagán kívül. Na most, és ez romlik, ez a helyzet, minél hosszabban élnek az emberek, mert a nyugdíj nem tolódott ki. Tehát a nyugdíjkorhatár nem tolódott ki olyan mértékben, mint az életkor. Tehát az életkor jobban kitolódott, mint a nyugdíjkorhatár. Hát az életkor az kitolódott 10-15 évvel, a nyugdíjkorhatár a legtöbb országban megnőtt. Max 10 évvel. Tehát ez az egyik probléma. Másik, hogy kevesebb gyerek születik, minél kevesebb gyerek születik, és minél hosszabb az átlag életkor, annál kevesebb ember tart el több embert. És ez már látható volt 30 évvel ezelőtt, hogy így lesz. Honnan látható volt? Hát nagyon egyszerű.
A második világháborút követően egészen 59-ig volt egy népesség robbanás nemzedéke. Tehát ahol sok gyerek született, és tudni lehetett, hogy az a sok gyerek, utána lehetett látni azt, hogy 60-tól elkezdett csökkenni a gyerekszületési létszám, illetve arány, és hát könnyen ki lehetett számolni abból, hogy a népességrobbanás nemzedéke mikor megy el nyugdíjba, és utána lehetett látni, hogy mikor a népességrobbanás nemzedéke elmegy nyugdíjba, hát hány gyerek született, és azok hogy fogják eltartani majd a népességrobbanás nemzedéket. Tehát ezt tökéletesen lehetett látni már ezelőtt 30 évvel is. És nem volt 30 évvel ezelőtt olyan gazdasági szakember, aki tudta erre a megoldást, hogy mi lesz a megoldás majd 20-25-30 év múlva. 20-25-30 év múlva, nem tudták. Mai napig sem tudják, mi a megoldás. Hát kitalálták a megoldást, mert az a megoldás lett, hogy hozzunk létre egy vírust, ami gyakorlatilag egy influenza vírus alfaja, és riogassuk a népet, csináljunk zárlatokat, és utána fogjuk rá a gazdasági válságot a Covid-ra. Utána kitalálták azt, hogy csináljunk egy háborút, provokáljuk az alvó medvét, ugye az a orosz medve, és majd létrehoz egy háborút, és akkor rá lehet fogni a gazdasági válságot, megint csak a háborúra. Tehát egyszer a vírusra, utána meg a háborúra. És így a politikusok nem felelősök semmiért. Oké? Mert hát ők nem tehetnek a vírusról, nem tehetnek a háborúról. Oké? És így megúszták a felelősséget, és az emberek azt hiszik, úgy tudják, hogy azért nehezebb az élet, mert vírus volt, meg háború van. Oké? Habár a háborúk mindig úgy működtek, hogy akik nem voltak háborúzók, hanem csak támogatták a háborút, azok mindig jól jártak. Oké? Tehát mindig jól jártak. Ha nem hiszed, akkor lehet, hogy te nem tanultad történelem, vagy nem tudom, nem is történelem órán, földrajzórán tanultuk, hogy milyen gazdasági növekedést okoztak az USA-nak a háborúk. Nyilván ezt már a kapitalizmusban nem tanították. Ezt a szocializmusban tanították. Mert akkor még ugye Amerika az ellenség volt, most meg puszipajtás. Oké? Szóval a háborúk, akik finanszírozzák a háborút, azoknak mindig nagy biznisz a háború. Oké? Tehát a háttérből finanszírozzák, úgy értsétek. Tehát fű alatt finanszírozzák. Tehát te nem tudod azt, vagy a legtöbb ember nem tudja, hogy az második világháborút Amerikából finanszírozták, addig, míg Amerika nem szállt be a második világháborúba. Ugye ezt nem tudjátok. Pedig ez így volt. De nem a kormány finanszírozta, most nehogy azt higgyétek. Nem, nem, megpróbált semleges lenni. Látszatra. De hagyta, hogy mondjuk amerikai vállalkozások, nagy vállalkozások, gigavállalkozások finanszírozzák a második világháború elindítását és fenntartását. És gyakorlatilag Hitler előretörését
nagy mértékben Amerikából finanszírozták. Oké? Méghozzá elsősorban a Rockefeller család. Oké? Csak hogy tiszta, világos legyen. Hát az emberek nem tudnak ilyen háttérinformációkat. Mint most is. Ugye az ukrán háborút elsősorban ugye úgy finanszírozzák az amerikaiak, hogy rákényszerítik az EU-t, hogy vegyen, tehát hogy finanszírozza az ukránokat, tehát rákényszeríti, de alig várta, hogy ne legyen már pénzük az EU-nak, tehát alig várta az USA. Miért? Mert ugye már elfogyott a pénze az EU-nak, ezért felvesz hitelt, az USA-tól kell felvenni a hitelt. Felvesz hitelt az USA-tól, és az ukránoknak ki van adva, hogy abból a pénzből csak Amerikától vehet fegyvert. Gondoljátok meg, hogy mekkora biznisz ez az USA-nak, kétszeresen. Kétszeresen biznisz. Szóval egyébként abból a pénzekből is, amit az USA ad az ukránoknak, hát abból is csak az USA-tól lehetnek fegyvereket. Ja? Szóval nagyon érdekes, de egyébként már nem csak fegyvert vesznek ugye a támogatásból, hanem például nem tudnák finanszírozni az állami alkalmazottakat már Ukrajnába, ha nem adnának az EU-ból pénzt, és nem tudnák a nyugdíjakat kifizetni a ukránok. Tehát gyakorlatilag ugye erre is az Európai Unió finanszíroz, képzeljétek el. Szóval az emberek nem látják át ezeket a háttér dolgokat, de képzeljétek el, ugye én megpróbálok mindig szakemberektől hallgatni dolgokat, de minden téren. Tehát az, hogy a laikusok mit mondanak, most lényegtelen. Tehát szakemberektől, és most hallottam először olyat, hogy már szakemberek elkezdtek arról beszélni, hogy még az is elképzelhető, hogy teljes Ukrajnát el fogja foglalni Oroszország. Bizonyám, most hallottam először. Bizonyám, képzeljétek el. Eddig még nem hallottam szakemberektől ezt, ma hallottam először. Hogy jó, lehet, hogy nem mai adás volt, hanem tegnapi, mindegy, de szakemberek már erről beszélnek, hogy simán elképzelhető, hogy egész Ukrajnát el fogja foglalni. Így van. Szóval, lényeg az, hogy nem számít gyakorlatilag nekik, hogy mikor. Az idő nekik dolgozik. Ezt tudják kezdetektől fogva az oroszok, hogy az idő nekik dolgozik. Csak képzeljétek el, ugye, hogy volt ennek kapcsolatban is ilyen kis elemzés, hogy ugye először arról, hogy ha befejeződik a háború, ki fogja finanszírozni az újjáépítést. Nyilván az ukránok nem tudják, hát természetesen ugye az EU fogja finanszírozni. és miből? A te jövedelmedből, mi jövedelmünkből. Abból fogják finanszírozni, érted? Na most, ha elfoglalja Oroszország, akkor nyilván az oroszoknak kell finanszírozni az újjáépítést. Tehát, ha megnézzük, az EU-nak az lenne a legjobb, hogyha elfoglalnák egész Ukrajnát az oroszok, mert akkor nem kellene az Európai Uniós adófizetőknek finanszírozni
az ukrán újraépítést, újjáépítést. Majd. Ami még nem mostani téma, hanem majd a jövőben. Szóval, és az sokkal több pénz lesz az újjáépítés, mint amennyit eddig finanszíroztak, eddig támogatták Ukrajnát. Tehát ott nagyságrendekkel több pénzbe fog kerülni az újjáépítés. Szóval, és azt a pénzt ugye elő kell teremteni, valahonnan azt a újjáépítésre a pénzt, mert ugye az már nem áll rendelkezésre. Hát ugye miből? Hitelből. Természetesen. Amit majd a lakosság fizet vissza. És tehát mondom, már vannak ilyen elemzések, akik már ilyen gondolatokat közölnek, hogy mi várható a jövőben, hogy az emberek átlássák a dolgokat. És ez teljesen reálisnak tűnik. De egyébként ugye minél hosszabb ez a háború, az ukránoknak, tehát az ukránok annál több területet fognak veszíteni. Tehát, mit tudom én, már napi szinten 5-6 települést elfoglalnak. Tehát egyre több települést foglalnak el napi szinten. Na, mindegy. Egyébként csak gondolkozzunk el rajta, hogy még a háború elején állítólag volt egy ilyen felajánlás Orbán Viktor felé, hogy mit szólna hozzá, ha visszakapnánk Kárpátalját. Még a háború elején. Putyin. Putyin. Oké? Putyin. Jó, tehát gondoljátok végig, hogy a kárpátaljaiaknak, ha nem kapjuk vissza Kárpátalját, oroszokhoz tartozni jobb lesz, mint az ukránokhoz. Tudjátok, hogy miért? Nagyon egyszerű. Mert ha megnézed, szerintem az oroszoknál több nemzetiségű ország nincs. Érted? Ami azt jelenti, hogy nekik jóba kell lenni a nemzetiségeikkel. Mert hát az országuk egy jó része az más nemzetiségű. Oké, és ezáltal ők nekik nincs olyan nyelvtörvényük, meg nemzetiségi törvényük, mint az ukránoknak volt. Oké? Nincsen. Tehát ők békések a nemzetiségeikkel kapcsolatban. Teljesen. Tehát a nemzetiségek jobban járnak az oroszokkal, mint az ukránokkal jártak. Oké? Nyilván az ukránok nem járnak jobban, de a többi nemzetiség jobban jár. Szóval itt már vannak olyan variációk, amiről a legtöbb EU-s állampolgárnak halvány dúsztja. Érted? Tehát, de ez nem ez a lényeg. Tehát nem ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy nem a háború miatt van egy életszínvonal csökkenés az egész EU-ban. Tehát az egész EU-ban. Jó? Tehát nem a háború miatt. Tehát, hanem amiatt, hogy egyre több és több adót kell fizetni. Oké? A dolgozóknak. Emiatt. Emiatt van egy életszínvonal csökkenés. Tehát egyre nagyobbak az elvonások,
és modernizálás van, egyre kevesebb a munkahely. Hát most gondoljátok végig, hogy a Volkswagen Európa egyik legnagyobb, sőt a világ egyik legnagyobb autógyára, ugye? Itt tudom én, hanyadik, negyedik, ötödik a világban. Gondoljátok végig, most autógyárakat zár be. Lehet, hogy nem véglegesen. Gondoljátok végig. Tehát Németországban állítólag nagyon nagy recesszió van, és ez kihat az összes olyan gazdaságra, elsősorban ugye a cseh, a szlovák és a magyar gazdaságra, akik gyakorlatilag a német gazdaságra épülnek. Németország a EU-n belül a legnagyobb támogatója a háborúnak anyagi szempontból. Tehát súlyos milliárdokat fizetnek Ukrajnának, tehát gyakorlatilag Németország finanszírozza a teljes nyugdíjrendszerét Ukrajnának. Gondold végig. És súlyos problémák vannak. De elmondom, az egész EU-ban nagy problémák vannak gazdasági szempontból. Tehát folyamatosan romlani fog a helyzet. Tehát gyakorlatilag az várható, hogy az alsó középosztály az már elszegényedett az EU-ban, és most várható a közép-középosztály elszegényedése. És annak az elszegényítése. Jó, és akkor talán egy marad, a felső középosztály. Marad, mint középosztály az EU-ban. De ugye az egy szűkebb réteg, mert a legnagyobb réteg a közép-középosztály. És az elszegényedik. Jó, és akkor most ebben az egészben nem kell keresni semmilyen, hogy hívják ott ilyen összeesküvés elméletet. Tehát ez sima matek. Tehát sima matek. Tehát ez semmi más. Ez sima gazdasági számítások, sima egyszerű számok, és tiszta matek, hogy jóval több az országok kiadása, mint amennyi a bevétel, és a bevételek rohamosan csökkennek az egész EU-n belül. Minden országban. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy az emberek jó része az életszínvonalba nagyot fog zuhanni. Már ezt észrevenni az embereknél, tehát ugye az áremelkedések sok embernél komoly problémákat jelentettek, és az emberek már nem tudnak annyit költeni, mint előtte. Ami annyira nem baj, de hát ugye még a széles társadalmi középréteg, az még azt gondolja, hogy nekik még jó. Oké? Tehát, és ez nem... hogy hívják, tehát ez nem vészjóslás, és nehogy azt gondoljátok, ez egyszerű matek. Tehát bekövetkezett az, amire már 30 évvel ezelőtt lehetett gondolni, hogy be fog következni. Oké? Nyilván csak azok gondoltak ilyenekre, mint például én is, aki pénzügyi területtel foglalkozom. És ráadásul nem akármilyen pénzügyi területtel, hanem pont a nyugdíjak kérdésével foglalkoztam. Hiszen nyugdíjpénztár elnök voltam. És ott bizony előre kellett azzal foglalkozni, hogy a nyugdíjak azok miből lesznek kifizetve.
Jó, tehát, de ha most azt gondoljuk, hogy ez rossz, akkor tényleg, hogy ránézünk, a lakosság jó része, akik mit szeretnek csinálni? Siránkozni. Na, azt szeretnek az ember. Siránkozni, és a megoldást mástól várni. Na, azoknak baromi szar lesz. Oké. Tehát minden olyan helyzetből azok az emberek, akik nem siránkozóak, azok az emberek, akik nem pesszimisták, azok az emberek, akik nem másoktól várják a megoldást, minden gazdasági válságból pozitívan jöttek ki. Oké. De az a rossz hír ebben a gazdasági válsággal, hogy ez azzal a céllal is van, hogy megtizedelje a lakosságot. Oké. Ez hihetetlennek tűnik. De ez az utolsó gazdasági válság. Nem lesz több. Ez azt mondaná, hogy tök jó hír. De nem jó hír, mert rossz hír a pesszimistáknak, rossz hír azoknak, akik másoktól várják a megoldást, azoknak rossz hír. De azoknak, akik nem pesszimisták, nem másoktól várják a megoldást, azoknak az azt jelenti, hogy azért utolsó gazdasági válság, mert egy társadalmi átalakulás fogja követni ezt a gazdasági válságot. Oké? Egy olyan társadalmi átalakulás, ahol a bolygó létszáma jóval kevesebb lesz. Itt egy kérdés lesz, hogy mekkora lesz a bolygó létszáma. Érted? Ez lesz a kérdés. És ez tehát nem kívülről fog függni, hogy valaki életben marad vagy sem, hanem az ő saját gondolkodásától fog függni. Semmi mástól. Oké? És mivel az emberek nagy része nagyon pesszimista, nagyon lusta, és nagyon mástól várja a megoldást, ezért, hogyha ezen a hozzáállásukon, az ilyen hozzáállásukon nem változtattak az emberek, azoknak jön a vég. Oké? Tehát szó szerint. Hát most gondold végig. Gondold végig. Tehát elmondom a jövőt, jó? Ezeknek az embereknek a részére mondom el. És te, aki most engem hallgatsz, így élőben, meg utána a felvételről, gondolkozz el rajta. Mondjuk, most lenne egy olyan időszak, hogy az emberek nagy részének, mondjuk az ismerőseid nagy részének. Most vegyünk ki téged, mert te most itt hallgatsz. De az ismerőseid nagy része, nagy részének mondjuk a jövedelmének az értéke, az mondjuk egy harmadára esne vissza. Érted? Most. Szerinted meddig élnének ők? Meddig élnének? Csak egy adatot mondtam. És mondjuk lehet, hogy még nagyobb mértékben esne vissza, mert nem lenne munkája. Tehát vedd azt is, hogy nincs munkája, és mondjuk negyede pénzből kell élnie. Szerinted meddig élnek majd? Mennyi idő alatt adják föl? Egy év? Két év? Három év? Négy év? És mennek a temetőbe. Mennyi idő alatt? Mert ez lesz. Így van. Tehát nem kell az embereket falhoz állítani, az golyószóróval lemészárolni. Az emberek mennek maguktól a temetőbe.
Csak annyit kell csinálni, hogy a jövedelmük negyedét érje. Érted? Mondod végig. Így van, és természetes halálba, betegségekbe, egyébbe, infarktusba, keringési rendellenességekbe, agyi problémákba úgy fognak hullani, mint a legyek. Ennyi. Oké? Okay. Főleg úgy, hogy hozzászoktak egy magasabb életszínvonalhoz. És minél magasabb életszínvonalhoz hozzászoktak, annál nagyobb lesz a visszaesés. Érted? Tehát mit tudom én, egy nyugati állampolgár lehet, hogy hetede, nyolcada jövedelemből kell, hogy majd megéljen. Azon a szinten, mint mi. Érted? Csak mi ugye nekünk nem volt átlagosan olyan magas jövedelmünk, mint mondjuk a németeknek. Tehát gondoljátok végig, ez lesz. Ez lesz. Tehát már azzal kapcsolatban is vannak elemzések, hogy mit tehetnek például a német ipar, amit 2004-ben már megjósoltam. Most az jön. 2004-ben. Nem kell hozzá meg nagy jóslat, mert egyszerű gazdasági számítás. Tehát drága az európai munkaerő. Oké? Akkor csökkenő, folyamatosan csökkenő kereslet. Oké? Okay? Drága lett az energia, amivel ugye dolgoznak a cégek. Drága lett az alapanyag. Oké? Okay? Akkor, ha olyan helyről vesznek alapanyagot, akkor vámok terhelik meg egyéb dolgok. Hát akkor egyszerűbb kimenni abba az országba, és ott csinálni termelést. Tudjátok, mit írtam le 2004-ben? Ott van fönn a weboldalon, tessék elolvasni. Hogy a cégek nagy része Indiába fog kimenni. Indiába. Tehát a multik nagy része. Maradnak azok a multik, ahol vásárolsz, azok maradnak. És a termelő multik, azok Indiába fognak kimenni. 2004-ben írtam el, hogy milyen jövő várható. És ez most itt van. Tessék elolvasni, megmutatom, hogy hol van. Fönn van a weboldalon, ott van. Illusztris helyen van. Így van. Hát úgy jelenik meg mindenkinek. Ott van a küldetésünk menüpontban. Úgy jelenik meg. Egy újnak, aki beregisztrál, azt az oldalt elolvassa. Igaz, hogy ez nagyon hosszú oldal. Azt lehet, hogy nem olvassa el, de ott van azon az oldal. Te már nem, mert neked ugye a hírmondó jelenik meg, aki itt tanulsz, de az újak, akik regisztráltak, el tudnák ott olvasni. Ott van. És részletesen, benne van 2004-ben, hogy miért fogják tönkretenni az egészségügyet. Benne van. 2004-ben. Leírtam. És hogy fogják tönkretenni az egészségügyet. Oké? Okay. És hogy az is benne van, hogy hogy fogják megszerezni az emberek ingatlanjait, a bankok. Oké? Okay. Tessék elolvasni. 2004-ben írtam róla. Jó, szép, szép jövőről. De ez nekünk jó. Mert az emberek úgy működnek, a fentiek ezt tudják. Én kapcsolatban állok a teremtőmmel. Tehát nem a teremtővel, a teremtőmmel. Oké, az mit jelent? Akinek köszönhetem, hogy leszülettem ebbe az életembe. Jó, az a teremtőm. De a lelkemet nem ő teremtette, hanem a teremtő teremtette. A teremtőm az csak az útmutató. Érted? Idézőjelben csak. Mert csupa nagybetűvel az a csak. Oké? Okay? És
És az azt jelenti, hogy ugye olyan információkat is kapok, amit hát a bolygón kevesen. Szóval, tehát miért jó ez nekünk? Hát azért, mert a fentiek tudják azt, hogy az ember hogy működik. Jobban, mint mi. Jobban, mint én. Jobban tudják, mint én. Pedig én az átlagnál, hát legalább 15-ször jobban tudom, hogy hogy működnek, hanem 20-szor vagy 30-szor, hogy hogy működnek az emberek, mint átlagban az emberek. Na most. Ami azt is jelent, hogy azt is tudják, hogy az ember úgy működik, a legtöbb ember, körülbelül a 1-2-3% max nem így működik. Hogy, tehát úgy működnek az emberek, hogy vannak szokásaik, és a szokásaik alapján élnek. És ahhoz, na most ugye a szokások mit hoznak létre? A szokások azt hozzák létre, hogy a gondolkodásuk is szokásos legyen. Tehát az is szokásos legyen. Tehát ha a cselekvés szokásos, akkor a gondolkodás is szokásos. Csak a gondolkodás az nem kötődik az anyaghoz. Tehát ami azt jelenti, hogy a gondolkodás egy szellemi dolog. Ez egy szellemi dolog. Ez nem egy anyagi dolog a gondolkodás. És a gondolkodásunk mégis az emberek jó részének az anyaghoz kötődik. Az anyaghoz kötődik. Pedig az anyagot, a világegyetemben minden anyagot, a szellem hozta létre, a gondolkodás hozta létre. Oké? Tehát képzeld el, az anyag a sűrített energia, semmi más. És attól függően bizonyos ilyen-olyan anyag, hogy milyen mértékben sűrítették. Oké? Ami azt jelenti, hogy nem kellett hozzá test, hogy anyagot hozzanak létre. Érted? Az energiát összesűrítették anyaggá. Szellemi. Tehát tudod, mi kellett hozzá? Szellemi energia kellett ahhoz, hogy az anyagot, tehát létrehozzák az energiába. Nem az ember, már az ember is valamilyen szinten képes erre, egyesek képesek erre. De sokan, mivel nem tudják, hogy képesek lennének, ezért sose csináltak ilyet. Illetve azt nem mondanám, hogy sose csináltak, mert gyakorlatilag lehet, hogy pici gyerekként még csináltak ilyet. De hát nem tudatosan. Szóval, lényeg az, hogy az emberek, ugye főleg a fejlett társadalomban, azt gondolják, hogy akkor vagyok boldog, hogyha körülveszem magam anyaggal. Nem? És akkor ugye, hogy lehet boldogtalan tenni egy embert, egy ilyen gondolkodású embert, aki akkor vagyok boldog, ha körülveszem magam anyaggal, el kell venni az anyagot. És már is boldogtalan. Oké? Csak az ember úgy működik, hogyha körülveszi anyaggal magát, akkor ez szokássává válik. És a gondolkodás elkezd az anyag körül forogni. Mert ez a szokás. Ez lett a szokás. De gondold végig, az anyagot a gondolkodásra teremtjük. Az anyag gondolkodás révén jött létre. Tehát ez a bolygót, ez nem ősrobbanás hozta létre, hanem egy bolygót a teremtők létrehozták az anyag
Tehát az energia koncentrálásával. Érted? Nem egy teremtő, hanem egy csapat dolgozott ezen, hogy mondjuk ez a bolygó létrehozzon, létrejöjjön. Azon meg még több, sokkal embernél sokkal intelligensebb szellemlény dolgozott, hogy mondjuk a naprendszerünk létrejöjjön. Tehát milyen ősrobbanás? Ha van egy robbanás, te láttál már szabályosságot egy robbanásban? Azt tegye már fel a kezét, aki látott szabályosságot egy robbanásban. Nincs. Na, a világegyetemben meg minden szabályos. Minden szabályosan működik. Érted? Minden. Hát gondold végig. Szabályos pályán haladnak a bolygók a nap körül. Milyen ősrobbanás? És akkor télében is mondják, hogy ősrobbanás. Én meg mondom nekik, hogy anyátok, az. Érted? Hol látott, ki látott már egy robbanásban szabályosságot? Az meséljen már nekem. Ott minden van, csak szabályosság nincs egy robbanásban. Ott minden szabálytalan össze-vissza megy. Érted? Ha ősrobbanás lett volna, akkor a bolygók és a naprendszerek azok nem szabályos pályán keringenének. Ezt a barmokat, aki kitalálta, hogy ősrobbanás. Ha nem jut eszükbe az embereknek, hogy nem látott még senki robbanást, hogy abban mi, hol van valamilyen szabályosság. Minden, ami szabályosan működik, oda bele van rakva a szellemi energia. Mondj egy olyan dolgot, ami szabályos, és nincs benne szellemi energia. Nem tettek bele szellemi energiát. Nem tudsz. Nézd meg a Földön, semmi nem szabályos, amit a természet hoz létre. Az mind szabálytalan. Oké? Tehát az a szabályos, amiben mérnöki pontosság van. Na, az szabályos, érted? Schluss. Hol láttál te már szabályosan folyó folyót? Ha szabályozzák, akkor. Érted? Magától. Melyik folyó folyik szabályosan? Hol láttál te ilyet? Hol láttál szabályos alakú tengereket? Tavakat akkor láttál, hogyha szabályossá tették, érted? Szabályozták a tó, tavat. Érted? És akkor az emberek ilyen hülyeségeket elhitetnek, érted? Hogy ősrobbanás. Szóval, gondold végig, hogy tudják, hogy hogy működik az ember. És azt is tudják, hogy vannak, amit elmondtam, hogy az embereknek vannak szokásaik, és szokásaik alapján működnek. Beleértve a gondolkodást is. És az ember úgy működik, hogy akkor szakít általában a szokásaitól. Nézzük meg! Hallottál már olyat, hogy valaki tüdőbeteg lett, és az orvos azt tanácsolta, hogy szokjon le a cigarettáról? Minden tüdőbetegnek ezt tanácsolja az orvos. Jó, de most a dohányos tüdőbetegekről van szó. Érted? Tehát, mert ugye azt mondják azoknál, akik dohányoznak és tüdőbetegek lettek, hogy nagy mértékben közrejátszott a dohányzás a betegségéhez. Érted? Tehát, és mit csinál? Vagy leszokik, vagy megpusztul. Érted? Na most, tehát mi kellett ahhoz, hogy leszokjon? Egy nagy probléma, érted? Egy nagy probléma kellett, hogy leszokjon róla. Hány olyan beteg embert láttál, aki utána a betegsége miatt életmódot változtatott? De hiába mondták neki előtte, hogy változtasson életmódot,
Nem változtatott. Az ember így működik, a tudatlanok így működnek. Jó? Maradjunk ennyibe. Hogy csak akkor változnak meg, ha éri őket egy nagy probléma, és akkor változtatnak a saját életükön, ha éri őket egy nagy probléma. Tehát te várod azt, hogy érjen egy nagy probléma, hogy hát, ha akkor megváltozol. Hát, ha akkor változtatsz, mert akkor változol meg, ha változtatsz. Tehát gondold végig, a tüdőbeteg leszokik a dohányzásról, abba hagyja pontosabban. Oké? Okay? És elkezd gyógyulni. Az a változtatás, hogy leszokott a cigarettáról, hozza meg az esélyt arra, hogy ő meggyógyuljon. Érted? Tehát akik betegek lettek és életmódot változtattak a betegségük miatt, azok először változtattak. És ezáltal változtak. Nem fordítva. Tehát ha az ember azt akarja, hogy változzon, akkor változtatnia kell. Érted? Nincs változás önmagunk megváltoztatása nélkül. Most gondold végig, az emberek bele vannak szerelmesedve az anyagba. Szó szerint. Tehát amikor az ember szerelmes, akkor nincs esze. Szerelemmel elvész az ész. Szó szerint. És az emberek az anyagba szerelmesedtek vele. Érted? És elvette az anyag az eszüket. Ezt akarták a gonosz istenek. Nem vannak ilyenek. Sikeresen akarták. Hogy az emberek szerelmesedjenek bele az anyagba. Mert a szerelem elveszi az ember eszét. Így van. A szeretet nem, ne keverjük össze. Rossz lehet az angoloknak mondjuk, akik nem különböztetik meg a szerelmet a szeretettől. Meg a többi olyan nyelvcsalád, ahol nincs megkülönböztetés. Mert a szerelem meg a szeretet az két különböző dolog. A szerelem az tisztán érzelem, a szeretet meg tudatosság. Oké? Okay? Szóval, gondold végig, tisztában vannak ezzel. Hogy az emberek úgy működnek, hogy bele vannak szeretve az anyagba, de ahogy azt mondta, hogy nem. Ma elmentem egy szál zöld tollér, egy darab tollér mentem el, zöld tollér, elmentem az Office Depotba, a Pólus Centerbe. De ma vasárnap van. Tudjátok, mennyi ember volt? Tele volt a parkolókocsikkal. Tel is tele. Hát csak azért oda, mert ugye az közel van hozzánk, az van a legközelebb. És mondom, mert vasárnap csak az van nyitva. Itt is lehetett volna tollat vásárolni alattunk, csak ő nincs nyitva vasárnap. Még szombaton sem. Szóval, lényeg az, hogy mit csinálnak az emberek? Plázáznak, az a szórakozásuk, hogy plázáznak, érted? Vasárnap. Mondom, dugig volt a pólus az emberekkel. Szóval, az emberek így működnek, ezt fel tudják. És mit csinálnak az emberek? Ha nagy baj van, akkor változtatnak. Hát most létrehozzák a nagy bajt. Drága virágszálaim, hogy megéljük. Érted? De azoknak ez nem probléma, akik már képesek a szellemi működésre. Azoknak probléma, akik bele vannak szerelmesedve az anyagba. Érted? Nekem nem probléma. Nekem ez tök jó. Mert ez kell ahhoz, hogy egyesek
átgondolják a létüket, érted? Hát basszus kulcs, nem azért születtél te hülye, hogy plázálsz. Nem ez a küldetésed. Körülbelül 5 percen belül az, aki itt tanul, mondjuk legalább egy fél éve, éve, 5 percen belül ki tudja számolni bárkinek, hogy mi a küldetése. Kiszámolni. A számok, könyörgöm, nem hazudnak. A számokból lehetett tudni, hogy mi várható a népesség robbanás nemzedékének nyugdíjba vonulásával. Számokkal ki lehetett számolni, érted? És ez itt tartunk. És azt is ki lehet mindenkinél számolni, hogy mi a küldetése. Tudod, mi a küldetés? Az életcél, amiért leszülettél. Sokan, akik bele vannak szerelmesedve az anyagba, azt gondolják, hát azért születtem le, mert apukám, meg anyukám összedugta, amilyen volt. És akkor hogy van ez? Hány olyan családot látsz mostanában, hogy összedugják, ami van, azt még sincs gyerek. Mert abban a családban egy büdös kölök se akar születni. Mert az a gyerek, mielőtt leszületne, mint lélek, kiválasztja a családját, és nem jössz rá, hogy téged nem választott ki. Senki. Na most mondom azoknak, akiknek próbálkoztak, de nincs gyerekük. Hát én azt látom, hogy hosszú dinasztiákat állítanak le most. Érted? Most ne izéket néz, uralkodó dinasztiákat, ne. Olyan, hogy emberek. Hát gondold végig. Hány olyan család van, aki idáig eljutott, és innentől sehova tovább, érted? Nincs tovább. Se lány, se fiú nem viszi tovább azt a vonalat. Miért? Hát mert basszus kulcs, te se születnél abba a családba. Érted? Hát nem választja ki egy lélek, hogy oda beszülessen. Ez egy alapvető dolog. Mikor megkérdezik tőlem, hogy miért nem lehet gyerekünk. Olyan életet éltek, hogy oda be akar születni egy gyerek, és akkor hallgatnak. Érted? És egyre több ilyen család van, ahova nem születik be egy gyerek. Érted? Miért? Mert bele vannak szerelmesedve az anyagba. Azért. És olyan mintát, olyan rossz mintát, és olyan rossz tanítást adnának a gyereknek, hogy nincs lélek, amelyik kiválasztja azt a családot. Érted? Főleg egy olyan időszakban, amikor kevés földi létet megélt lelkek születnek a családokban. Mert nem azért jönnek, hogy ismerkedjenek az anyaggal, azt ismerték odaföl jobban, mint bármilyen ember. Hanem azért jönnek le, hogy ebből a slamasztikából, amiben az emberiség van, kihúzza őket, érted? Hát nyilván nem egyedül. Egyedül nem lehet. Jézus megváltotta a világot? Nem. Bármelyik vallás alapító megváltotta a világot? Dehogy is váltotta meg. Nagyon durva lesz, amit mondok. És most azt hiszitek, hogy hú, ennek a szedlacsiknak mekkora egója van, de
Azt mondja, hogy nézzünk egy példát. Hány követője volt, tehát hány, hogy hívják ezt? De az apostolokat hogy hívják? Tanítvány. Na nem jutott ez, nem követő, tanítvány. Hány tanítványa volt? Mennyi? 12. Jó. Nekem több mint 300 van. Közvetlen tanítványom. Oké? Tehát közvetlen. Jó, maradjunk ennyiben. Igaz. Igaz. Oké. És akkor én a 70-es években jártam, 70-es évek legelején jártam hittanra. Akkor volt első áldozásom is. Római katolikus vallásban. Ugye azért római katolikus a vallásom, mert apám is az volt, mert nagymamám római katolikus vallású. És ugye az így működik. Jó, és tehát akkor voltam, és képzeljétek el, utána még jártam általában olyan nyolcadikos koromig még templomban nagymamával, aztán utána nem. És utána elkeveredtem már, hát a 90-es években templomban. És tudod, mi volt a legfeltűnőbb? Hogy ugye meddig jártam, akkor 75-76-ig jártam rendszeresen templomba. És utána nem jártam egy olyan majdnem 20 évet. És képzeld el, a 20 év alatt Jézusból Isten lett. Akkor még nem volt. A 70-es években Jézus nem volt Isten. Hát tudom, jártam hittanra. És nem istenként beszélt róla senki. Nem csak egy templomban jártunk. Nem csak egy papnak hallottuk a miséjét. De a hittanon ott képzés volt. Érted? És a 90-es évek közepén meglepődve találkoztam, tapasztaltam azt, hogy Jézus Isten lett. Húsz év alatt. Mert nem leértékelem őt, most ne félreértsd. Csak meghűltek az emberek. Érted? Max azt lehet mondani róla, hogy félisten, érted? Hogy lehet valaki Isten, akit anya szült? Még akkor is, ha nem apa fogant, apától fogant, hanem Istentől. Mert ilyenek vannak, meg voltak. Érted? De az Max félisten. Félisten volt Prométheusz például. Herkules, ezek félistenek voltak. Érted? Egy csomó félisten volt a történelemben. Jézus is például félisten volt, álmos. Emesét is ugyanúgy, az uralkodóházak nagy része félisten alapon indult el. Hogy anya szült, de az apja az nem földi ember volt. Érted? Tehát a mi vérvonalunkban is, a királyi vérvonalunkban is van ilyen, hogy álmos. Pedig, ugye, képzeljétek el, valahogy elém került. Már nem tudom, hogy. A magyar királyok. Lengyelországban van egy hely, egy székesegyház, el is mentettem, ahol ki van rakva egy tabló a magyar királyokról. És benne szerepel Attila is, amiket elmondta. Sőt,
Előtte még van, vagy 5 vagy 6 király, nem is tudom mennyi Attila előtt. Magyar király. És az összes király föl van sorolva, a Habsburgok is természetesen. 1800 valameddig. Az összes. Föl van sorolva. Oké. Okay. És akkor mi tanulunk ilyen marhaságokat? Tehát ugye tudjuk, hogy a magyaroknál mindig olyan király lett választva, aki utód. Mindig. Jó, és? Tehát más nem lehetett király, csak olyan, aki utód. Na mindegy, ez csak lényegtelen. De az csak eszembe jutott most Jézusra. Tehát Istenné tették. Képzeljétek el. Ő most Isten. És egyre többször ezt lehet hallani, bármikor, mikor Jézusról beszélnek, elkezdik mondani, hogy ő Isten. Hát max azt tudják mondani, hogy fél Isten. Vagy tudná. Jó? Nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ismerik az embereket a fentiek. Jó? És tudják azt, hogy hogyan működik. Tudják azt, hogy ha nagy probléma van, akkor elképzelhető, mert két ember van, ha nagy probléma van. Az egyik. Megfogadja, hogy megváltozik, és meggyógyul mondjuk, vagy megszűnnek a problémáik. A másik meg belehal a problémájába. Ez a kétféle ember van. És most tömegproblémák lesznek létrehozva, ami azt jelenti, hogy tömegesen embereknek ugyanaz lesz a problémája. És akkor két választásuk van, vagy mennek a temetőbe, vagy megváltoznak. És ilyenkor mi a megváltozás minden esetben? Az, hogy elkezdi az illető használni a gondolkodását. És nem úgy működik, mint a többi. Hanem elkezd gondolkodni. Érted? És az azt jelenti, hogy a gondolkodással létrehozza a szellemiségét. És elkezd szellemiséggé válni. Mert a gondolkodásnak ez a lényege, hogy, vagy a szellemiségnek ez a lényege, hogy gondolkodjunk. Ez a lényege. Tehát most mondok példát. Nehogy már nekem azt mondd, hogy az a normális emberi működés, hogy reggel csörög az óra, vagy már megszoktad, hogy mikor kell kelned, és mész a munkába. És mást szolgálsz. Menj ma azt mond nekem, hogy ez a normális emberi működés. Na, hogy már ezt mond. Tehát a normális működés az, hogy teljes egészében az életed irányítása saját kezedben van, és nem mást szolgálsz. Mert aki mást szolgál, az egy szolga. Ez van. Oké? Családodat szolgálhatod, akivel együtt élsz. Ha úgy nagyon van hozzá kedved. Semmi gond nincs hozzá. De más talán nem kellene. Oké? Mondom, akivel együtt élsz. Mert az a család. Akivel közös háztartásban vagy. Az. Oké? Okay? Szóval érdekes világban élünk, nem kell ezeket elhinni. Úgy éled az életedet, ahogy akarod, csak egyre nagyobb szívással fogod élni. És akkor mi a megoldás? Hát elmondtam. A szellemiség a megoldás. De a szellemiséggel
egymagad nem is semmire. Érted? Nem is semmire. Tehát a szellemiségnek lennie kell küldetésének. Érted? Tehát egy szellemiség nem céltalan. Egy szellemiség nem olyan, hogy na most ezt a célt akarom megvalósítani, utána az már megvan, akkor most ezt, most már az is megvan, akkor azt, az is megvan, azt, most az a célom, hogy mit tudom én, elmenjünk nyaralni, most vegyek ruhát, most lecseréljem az autót, most mit tudom én, kifessem a lakást, mert az anyagi embereknek ilyen céljaik vannak. Tehát a szellemiségnél egy cél van. Jobbá tenni az emberiséget, jobbá tenni a Földet. Egy cél van. Nincs más cél. Nincs. Érted? Mert ugye az emberiségtől függ a Föld, ezért az emberiséget kell jobbá tenni. Na, akkor tegye meg valaki egyedül, hogy jobbá teszi az emberiséget. Senki nem képes rá, soha a történelemben nem fordult elő, hogy még egy isteni lény sem tudta megcsinálni. Egyedül, hogy jobbá tegye. Akkor hogy akarja egy ember megcsinálni? És nem Jézusról beszélek, hanem azokról az istenekről, akik itt voltak még régen. Akik például mondjuk uralkodtak Egyiptomba. Érted? Ők istenek is voltak, akik uralkodtak Egyiptomba. Még ők se tudták jobbá tenni egyedül a világot. Tehát ahhoz, hogy jobbá tegyük a világot, együtt kell működni. Nem összefogni kell. Együtt kell működni. Érted? Kiknek? Nem azok, akik bele vannak szerelmesedve az anyagba, azokkal nem kell együttműködni. Azokkal kell együttműködnünk, akik a szellemiségük révén rájönnek arra, hogy az a küldetésük, hogy jobbá tegyék az emberiséget. De az egyedül nem lehet. Együtt tudjuk megcsinálni. Ott van együtt, ott van, hogy együttműködés. Hát az együttműködésben benne van, hogy együtt. És az nem két emberről szól, az emberiség jobbá tétele, nem két ember oldja meg. A két ember nem sokkal több, mint egy. Sok-sok emberre van szükség, hogy az emberiséget jobbá tegyük. Vagy mi lesz ezzel az emberiséggel? Nézd meg, hova? Haladunk? Mi lesz? Tehát az lesz, ha nincs együttműködés, nem tesszük jobba a világunkat, akkor mi lesz? Hullani fognak az emberek, mint a legyek, érted? És a lelkek nem jönnek leszületni. Nem lesz gyerekszületés. Érted? Hülyékhez nem jönnek gyerekek. Na, ez van. Oké. Jó, úgyhogy várunk szeretettel. Várunk szeretettel, egy hely van a bolygón, amit hallottál, hogy mi a küldetésünk. Érted? Nincs több ilyen. Az a dolgunk, hogy jobbá tegyük az emberiséget. És mindenkinek ez benne van a küldetésében. Az, hogy nem tud róla, nem is akar tudni róla, az mindenkinek a saját problémája. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!